Egy napba a pudingba az egész lelkemet, meg az összes bánatomat belekevertem. Jól is sikeredett, az egész család végig kóstolta fel, és kellett egy kicsit hígítani, hogy elég legyen a gyereknek. De hát rá sem ízett. Hajnali fél kettő van. Azt mondta, hogy kettőkor jön. Figyeld el magad, kislányom. Annak a gyereknek a lelkibe akkora törés van, mint a vízvezetékünkbe. Majd én összeforrasztom. Majd összeforrasztalak én téged. Jaj, na. Bezzeg, velem senki nem törődik. Vajon adnak neki ilyen sernyőt? Vagy a csukjásba vitték el? Nem, de sapka van rajta. Lehet, hogy nem kellett volna bevallanom a levelet. Meg a mágdaráló. A parókát meg a műkezeket sürgősen tüntessük el. Nehogy rosszra támadjék az a gyermek. De jól néz ki, azt honnan szereztétek? A sarki cukrászából is ingyen volt. Lejárt a szamatossága. Jó mége. Hagy kósta. Én is. Alulról nyaljál már. Nagyből nem sajnálták a tojást. Ha szóljatok Jenőnek, addig én betapasztom a lyukat. Jenő. Tökéletes. Gyere már. Na, mi van már? Ez az én tortám. De szép. Igen, fiam, a tiéd. Mi ebben a nehéz lelki helyzetben is gondolunk rád. Szegény Ivánkám. Nem is tudom, hogy tudsz majd ebből lelki fúdalás nélkül lenni. Tudod, Iván ma jön haza. És nincs ennek is semmi mellett. Már azzal örömet szerezhetnél, ha te tortádon az ő neve szerepel. De most ez hogy? Hát nem áll. Hát úgy, hogy a nevedet lekapaljuk. Érezd a csí éltető energiáját. Lásd meg a belső fényt. Melegítsen az atmoszféra. Elönti testedet a béke és a harmónia. Mély hipnózis. Vagy pszichózis. Tudtam, hogy te vagy. Megjött Iván. Ivánkám, vágjál hozzá jó pofát. Utálom a tortát. Ivánkám! Tudom, mi okozta neked ezt a lelki válságot. Egy vallomással tartozom. Szóval annak idején május 1-én felvonultunk a kefegyári dolgozókkal, aztán a targoncással, de ez még a születésed előtt volt. Szóval egy kicsit összeszűrtem a levet, de tanálkoztam a feleségével, azt mondta, hogy az ura magtalan. Szóval az apád. Az apád. A csajom lelépett. De te legalább itt vagy. Na gyere. Hehehehe.